két győzelem és egy vereség után a tavasszal még NB1-es Puskás Akadémia ellen mindenképpen meg akarta szerezni a 3 pontot a házigazda. Ehhez képest a vendégek már a 2. percben vezettek, Tisle előtt a jobb alsó sarokba. A 19. percben megduplázták előnyüket a felcsútiak, Nagy Zsolt baloldali beadását Tisle előtte Ivancsics kapujába. A 29. percben közel járt a 3. gólhoz a Puskás Akadémia, előbb Heffler szabadrugása, majd Forró ismétlése után mentett a felső léc. A hazaiak mindent megtettek a szépítésért, és a 42. percben sikerkoronázta az erőfeszítéseket. Cseri adott középre, az érkező Lukász pedig a jobb alsó sarokba fejelte a labdát. A 2. félidőben sem csökkent az iram, a Kisvárda előtt több lehetőség is adódott, végül a 74. percben a cserekén beálló Grumis lőtte ki a vendégkapu jobb alsó sarkát. A hajrá is tartogatott izgalmakat, a 81. percben Cseri lábán ott volt a meccslabda, az amúgy nagyszerűen játszó támadó lövését azonban hárította Gőce kapus, így maradt a 2-2-es döntetlen, amely után inkább a hazaiaknak lehetett hiányérzetük. Az első fél idő az övék volt, mondhatjuk bátran, a második egyértelműen a miénk, és én úgy gondolom, hogy ennek ellenére egy nagyon jó üzenete volt ennek a mérkőzésnek, mert egy parázs, szép jeleneteket felvonultató, küzdelmes mérkőzésnek lehettünk a tanúi, amelyet annyira nem élveztem a végén, de én bízom benne, hogy erre a későbbi során azért lehet majd még fölrakni egy picit, és hát azt megbizonyítottuk, hogy aki idejön hozzánk is Kisvárdára, annak nagyon nehéz dolga van. A feljutást megcélzó felcsútiak vezetőedzője szerint a nyílcsisakos játéknak köszönhetően jó mérkőzés láthatott a közönség. Mind a két csapat győzeszerzett van, a Kisvárda ott van mindig veszélyes. Több meccsüket láttam tavaly is. Játszó csapatról van szó, rutinos játékosok is vannak benne. Megvan az az összhang a csapatjátékukba, amivel veszélyesek lehetnek és beleszólhatnak az éremtáblázatba. Mi kifejezetten ezt szeretnénk, hogy játszunk, nem belemenni, ugye most amit a végén mondott az Attila, hogy adok-kapok, odarúgom, visszarúgom, ide megy, oda a labda, nem szeretnénk, mi játszani szeretnénk, de ezt egy kicsit gyorsabb tempóban szeretnénk játszani, és pontosabban szeretnénk játszani. A forduló további eredményei a következők: Vác Grosics Akadémia 1-0, Szeged Budaörs 1-0, Cigán Balmazújváros 2-1, Békés Csaba Soroksár 1-1, Moson Magyaróvár Nyíregyháza Spartakusz 0-1, Siófok Kozár Misleny 4-1, Csákvár Ceglét 2-1, Sopron Szolnok 2-1 és Zalaegerszeg Dorog 3-1. A tabella élén a Sopron, a Balmazújváros és a Siófok áll egyaránt 9 ponttal, a Kisvárda 7 ponttal a 7. helyen várja vasárnapi Kozár Misleny vendégjátékát.